A sorozat az avon támogatásának köszönhetően jöhetett létre. Nincs olyan, hogy ne szabadna megenni egy rántott húst, nincs olyan, hogy csak nyers zöldséget szabad enni, sőt, ne is csináljon olyat senki, mert iszonyat tápanyag hiányokhoz vezet, ha valaki csak nyers zöldséget eszik. Miközben gondolom, le is terheli a szervezetét az összes ilyen kezelés, tehát hogy egyébként is szüksége lenne ahhoz, arra, hogy tápláló ételeket vigyen be, nem? Hogy megerősödjön egy De kicsit. Kicsit azért az olyan, mint a, a várandóság alatt, hogy amikor valakinek folyamatosan hány ingere van, vagy legyen ez egy onkológiai kezelés mellett hány akkor bármit csak egyen. Uh -huh. Nagyon jó, ha bármit meg tud enni, vagy meg szeret enni. Ilyeneket szoktunk ilyenkor sorolni, hogy a, nem tudom, a citromfagyi, vagy valamilyen gyümölcs, szorbé, vagy a gumicukor akár behűtve, vagy lehűtött gyümölcs, tehát, hogy ilyenkor bármét. Én egy nagyon pessimista, magamnak való ember voltam a betegség előtt. És aztán az ember, amikor rájön arra, hogy micsoda ajándék az élet, és hogy mennyire jó, hogy megöregedhet, akkor elkezdi úgy látni a világot, hogy a pohár félig tele van. És sokkal inkább észreveszed a szép dolgokat. Én ezt a tíz évvel ezelőtti tapasztalatomat a daganattal bármilyen furcsán is hangzik, de nem cserélném el semmiért, mert nagyon sokat változtatott rajtam. Szuper érzés, hogy most itt vagyok, és elmesélhetem nektek a történetemet, bízva abban, hogy ez sok embert fog motiválni arra, hogy elmenjen a szűrésre, és foglalkozzon az egészségével. Rengeteg téfít minden tudományos bizonyítékot mellőző állítás és termékkering a köztudatban, úgy, mint rák megelőző, vagy éppen rákot gyógyítani tudó készítmény, étel, vagy éppen terápia. Ebben az adásban Szabó Adrien dietetikussal beszélgetünk arról, hogy mik azok a daganatokkal kapcsolatos állítások, amikre van tudományos magyarázat, és mi az, ami mögött lehet, hogy csak üzleti érdek áll. azért szeretük volna, hogy, hogy, te mindenképpen itt legyél ebben a podcastban, is, nem látszik, de azért egy kicsit látszik, hogy elképesztő listával érkeztél. Pedig sokat interjúztunk, de ilyen listát még sose láttam a kezdetben, <laughs> hogy mi mindent kell itt elmondani. Honnan kezdjük onnan, hogy mi az, amit tehetünk, még ezt hát, megelőzően, hogy egy ilyen állapot kialakul? Az jó kiindulási pontnak? Honnan kezdjük? Abszolút. Azért nagyon fontos, ez meg én azért érkeztem a listával, mert egy nagyon sérülékeny betegcsoportról van szó. És szerintem kevés olyan betegség van, ahol ennyire involválódnak a, a hozzátartozók is, akik szeretnének segíteni. Ezért engem duplán ö, bánt, amikor valaki ezt meglovagolva marketing érdekeket részesít előnyben, és, ö, és ezzel kapcsolatban duplán dühít, illetve ugye mivel ez egy nagyon drasztikus betegségről van szó, ezért az nagyon fontos, hogy ö, bevonódnak érzelmileg az emberek, és én meg nagyon szeretem azt, hogy én kevésbé vonódok be, mert hogy én kicsit így értem, hogy mi történik, tudom, hogy hogyan lehet kezelni, és hogy ezt így fontosnak tartom, hogy, hogy kicsit így a ködöt így megpiszkáljuk, elfújjuk kicsit, hogy hogy ilyen kezelhetőbb legyen, mert amikor túl kusza, meg nem értjük, hogy mi történik, akkor az embert sokkal könnyebb zavarni. Uh -huh. Illetőleg hát ennél a témánál az is nagyon veszélyes, meg szerintem óvatosan kell fogalmazni, hogy ne önmagát okolja az ember, hogy amikor arról beszélünk, hogy mit tehettem volna meg, és mi az, amit hogy mi az, ami az én hibám, Igen. ami miatt, hogy miattam alakult ki. Szerintem ez egy ilyen nagyon veszélyes és érzékeny terep, úgyhogy tökről örülök, hogy a te van a gyeplő, és, és te fogsz erről beszélni, hogy mi az, ami tényleg valid, és orvosi szempontból is igazolt, és megtehető annak érdekében, hogy, hogy bizonyos helyzeteket, ráktipusokat elkerüljünk. Hogyha szabad így kicsit, mivel itt most mindannyian egészségesek vagyunk, akik itt ülünk, hogy egy kicsit hagy humort hagy hozzak be, hogy szoktuk azt mondani, hogy a nagyon sok betegségnél, hogy multifaktoriális, és ez ilyen nagyon szépen hangzik, ami ugye azt jelenti, hogy több tényezős, de igazából azt jelenti, hogy fogalmunk sincsen, hogy mitől alakult ki. Ezt most csak azért mondom, hogy az ember soha ne hibáztassa kizárólag önmagát, mert hogy az nem létezik. Kicsit így gyorsan azt venném elő, hogy ugye meghatározza a genetika azt, hogy az egészségi állapotunk hogyan alakul, de ugye ma már tudjuk, hogy létezik olyan, hogy epigenetika, tehát hogy a gén állományunkban kódolt információt az életmódunkkal azért jelentősen felül tudjuk írni, egyes géneket, funkciójukat aktiválni tudjuk, az egyes információkat, amik kódolva vannak bennünk, azokat el tudjuk nyomni akár az életmódunkkal, tehát ilyen eleve elrendelés, predestináció nem feltétlen van a betegségekkel kapcsolatban. És akkor nagyon fontos szerepe van az életmódunknak, ugyebár, az életmód pedig nagyon fontos, hogy leszögezzem, hogy az nem egyenlő az étkezéssel. Tehát itt azért szeretném egy kicsit a saját felelősségemet, illetve az emberek étkezési szokását, mint kizárólagos dolog hangsúlyozni, vagy tenni valakit, hogyha esetleg rosszul levet, vagy szerencsétlenek voltak a körülményei, hogy azt tegye felelőssé. Mert azért az életmód tényezőben nagyon sok minden benne van. Például Budapesten vagyunk most, tehát a korom, a a különböző aromás szénhidrogének, amikkel folyamatosan találkozunk, tehát hogy ezeknek mind van elég erősen sejtkárosító hatása, és ezeket nem tudjuk kivonni a rendszerből, mm. és akkor ezért jó beszélni az étkezésről, mert az étkezéssel szerencsés helyzetben a fölött tudunk kontrollt gyakorolni. Mm. És az életmód tényezők között azért még a városi életmódban mellett még nagyon sok minden belejátszhat abba, például különböző fertőzések, legyen ez például egy egyszerű helikobakterpilóra, amiről bizonyára sokan hallottak Igen. már, ami azért a gyomorban nagyon sokszor megtalálható, és ennek a kezelése az nagyon fontos. Szóval a dohányzás, az alkohol, amit ugye én szintén nem akarok nagyon az étkezés köré sorolni, az még mindig életmód tényező, ezek is szerepet játszanak abban, hogy ez kialakul-e vagy sem. És akkor rátérhetünk Igen. az étkezésre, Igen. csak akartam egy kicsit madártávlatból nem, de ez tök fontos, mert ezt, az egészbe. Ezt muszáj innen kezdeni, mert másképpen nem lehet csak úgy belevágni a közepébe, mert pont az ott rengeteg félreértésre. Tehát itt van rá ugye Nelly élő példaként, aki, aki tök egészségesen élt, és nem lehet hiba pontot találni abban, ahogy, ahogyan ő vitte a mindennapjait. Tök sok zöldséget, jó kollégista <laughs> volt, el tudjuk, de azt Adri pontosan elmondta már sokszor, meg, meg, meg szerintem, aki már sok podcastot hallgatott tőlünk, azt Pontosan tudja, hogy azért mert megetted a világítógumi cukrot, meg a chipset, meg néha ittál ezt-azt, attól még nem tetted tönkre a bélflórádat, meg az egészségedet, meg a jövődet és mindenedet. Szóval, hogy long story short, nagyon szépen és Figyeltem egészségesen élted és figyeltél a táplálkozásra, sportoltál. Egyetlen egy dolog volt, amit te magad is így visszatudtál fejteni, vagy amire így gondoltál, hogy nagyon sok olyan elfolytás volt benned, amit, amit nem kezeltél, és, és ne, nem is tudtad, hogy hogyan csorogtast ki mm. magadból. De a táplálkozásban nem volt hiba. És a másik, ami szerintem tök fontos itt elmondani, hogy, hogy hogy azért beszéljünk óvatosan erről a részről, hogy, hogy a betegségnek ezen a részéről, hogy hogy ne az legyen, hogy az ember magát hibáztatja, mert, mert nem okolható senki azért amit kap szerintem betegségként, vagy legalábbis nem jó út, hogyha azt kezdi elfejteni, hogy én hibáztam valamiben. Igen, én azzal egyetértek, hogy, hogy az, hogy mi lett volna, ha meg a múltban, hanem nem tényleg arra fókuszálni, hogy, hogy mi az, amit innentől kezdve megtehetünk. Az étkezéssel kapcsolatban egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy igazából az nem így azonnal hadd, de ezt is azt hiszem talán már sokszor elmondtam, hogy, Azonnal érezzük, ha finom meg az, hogy jól laktunk tőle, de a hatása, amit egészségkárosításban vagy egészségvédelemben szerepet, játszik az hosszú távon érvényesül. És akkor erre mm. szoktam, hogy azért, mert kiskorunkban megtömtek a szüleink brokkolival, az nem jelenti azt, hogy akkor már egészségesek vagyunk, hanem hogy az hosszú távon és folyamatosan fejtik igazán a hatását és ami miatt meg az étkezést fontos így keretbe tenni, és elkezdtük mondani, hogy az életmód tényezők között csak egy az étkezés, csak azt relatív könnyen, vagy legalábbis én nagyon igyekszem ebben segíteni, hogy a, fölött könnyen legyen kontrollunk vagy hatásunk, hogy amikor valaki azt hangsúlyozza, hogy csak az étkezés, meg csak ez az étrend kiegészítő, ott az lehet egy red flag, hogy ő nagyon nem holisztikusan látja a dolgokat, túlságosan csőlátású, és amikor a tudomány az nagyon óvatosan fogalmaz, tehát nem mondolja, hogy az biztos, hogy megelőzi, vagy az biztos, hogy okozza, itt ennél lehet kétkedni, hogy valami nem stimmel annál a tanácsnál, ami nagyon drasztikus diétát diktál, kicsit uh -huh. sem megengedő. És akkor kicsit rá is térhetünk azokra, hogy ugye tudjuk, hogy mi az, ami a daganat prevenciós étrendben szerepet játszik, vagy helyet kap, és mi az, ami életmód tényezők megétkezésben, ami viszont a tévétel ellentétben nem vezet rákhoz egyet. Akkor induljunk innen, hogy mi az, ami egészen biztosan és bizonyítottan nem rák mégis a köztudatban úgy él, hogy az bizony táplálja a rákos sejteket, vagy kialakíthatja. Ugye ezt is azért a végtelenségig lehetne sorolni, de életmód tényezők közül nekem a kedvencem az a mobiltelefon, meg a 4G, meg az 5G, hogy az, az egyáltalán nem okoz olyan károkat, legalábbis minden. nem. Igen. Azt nem, azt nem a mikrohullámúban melegítés szintén nem okoz semmilyen káros folyamatot, úgyhogy azt nyugodtan lehet használni. Nyilván az számít, hogy mibe melegítünk, tehát hogy mondjuk nem műanyagban, mert ott annak hatására a műanyag alkotó elemek könnyebben tudnak bomlani, tehát jó a műanyag cuccokat nem minél többször hőhatásnak, meg fizikai, mechanikai sérülésnek kitenni. És akkor az ételek közül, hát az adalékanyagok, azok nem okoznak rákot, azok biztonságosak. Mert mint hogy a legtöbb, meg az európai szabályozás szerint aztán nyilván különböző kontinenseken más-más szabályozás van életben, tehát azért ez nagyon fontos de én a magyar piacon nem tudok olyanról, és nyilván hát ezeket nem ellenőrzik pillanatról pillanatra, de az adalékanyagok azok önmagukban nem okoznak kárt. Az étkezési rendszerben, ha túl sok az adalékanyaggal teli étel, akkor az nyilván nem egészséges, de hát azt hiszem ez mindenki számára triviális, de az, hogy valaki mondjuk megevett uh, gimnazista korában, vagy uh, én mondjuk, nem is tudom, én most biztos a nyaralás alatt Rómában én is ettem csomó olyat, amit, valaki nem rakna ki az ablakba, én nagyon szívesen, mert hogy egy-egy ilyentől az égvilágon semmi De várjál, Már amikor eleve azt mondod, hogy bizonyos kontinenseken vagy országokban más-más a szabályozás, ez bennem rögtön kétségeket kelt, hogy hogy lehet, hogy itt nálunk nem olyan szigorú valami, és átsúszik a küszöb alatt valami, ami nem olyan jó, mint. Nem nálunk pont, hogy nagyon jó a szabályozás, úgyhogy mindenki megnyugodhat, gémmódosított dolgokat nem igazán fogyasztunk, meg ez a gémmódosított szójától félnek a legtöbben Európában azon belül is hazánkban tökre be vannak tartva ezek a dolgok. Jó, akkor mondok egy-két konkrétumot, amivel én magam is pont egyébként ebben a podcast stúdióban találkoztam, élelmiszermérnökkel forgattam, adalékanyagokról beszélgettünk. Az egyik a nátrium nitrit, a másik a nátrium glutamát, ami nagyon benne van a köztudatban, hogy rákkeltő. Nyilván ez is egy olyan fogalom, hogy Fog meg a söröm, tehát hogy rákkeltő, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, de hogy az hogy kelti a rákot, milyen mechanizmus, mennyi, milyen mennyiség uh -huh. után, de mégis ez van a fejemben, hogy rákkeltő, és megfordítom, és nézem, és kerülöm azokat a nitrites nitrites Jó, A nitrites, például. Az teljesen egyetértek. Nitrites pácsós cuccot, azt én is szerintem nagyon ritkán, tehát vendégségbe ki van rakva a szalámi, és rá kívánok a vajkrémre, meg a szalámra, tök szívesen eszek belőle, de a mindennapokban nem szoktam venni egyáltalán. Uh -huh de hogyha valaki azt veszi mégis, mert az örök mozgó gyerekének az az egyetlen dolog, amit megeszik, de mellé le tudja, neki be tudja diktálni a többi zöldséget, meg gyümölcsöt, meg egy aktív gyerekről van szó, és van két éve, amikor ezeket eszi, na bum, nem azt mondom, hogy ezt tegye, és ezt válasszuk, de hogy az nagyon fontos, hogy, hogy önmagában egy alkalommal nem fog problémát okozni, de azt kerülném. Viszont a nátriumglutamát az tök más, mert a nátriumglutamát az egy nátrium, ami ugye megtalálható a konyhasóban, a nátriumkloridban, a glutamát az meg a alkotott molekulája, és ez egy nagyon gyakori aminosav, az egyik leggyakori fehérje alkotó a természetben is. Szóval, hogy a nátriumglutamát önmagában, egyébként mikor kijöttem az egyetemről, és a fenekemben volt a tojás, én is azt hittem, hogy én leszek az egészség nagykövete, és mindenkinek mondom, hogy a glutamát az egészségtelen, és vannak olyan kekszek, meg krékerek, amiben benne van, és megláttam valakinél, és ú, most tudtam, megmentem az életét, mert ledumálom arról a sajtízű kekszről, és akkor utána rájöttem, hogy ja, nem. Tehát, hogy tudományosan nem sikerült bebizonyítani, és ez a kedvenc mondatom, hogy azért, mert valamit nem tudtak bebizonyítani, az nem biztos, hogy azért van, mert nehéz bebizonyítani, hanem azért, mert nincs mit bebizonyítani rajta. Ettől függetlenül nátriumglutamát vagy MSG, ez nagyon sokszor benne van kényelmi termékekben, és amikor valami hajlamos, valaki hajlamos folyamatosan ezeket az cuccokat enni, az az étkezési rendszer az egészségtelen lesz. De amikor én megeszek egy nátriumglutamátban gazdag ázsiai levest, ami tel teli van, ilyen csírával, meg olyan pakcsolja, meg egy tojás van benne, meg még hal, meg még rengeteg zöld fűszer, meg hagyma, az egy egészséges leves, ezt így mondjuk ki, bár én nem szeretem az ételeket címkézni egészségesnek vagy egészségtelennek, de az adalékanyagok a legtöbb, amivel találkozhatunk a mindennapokban, azok nem rákeltőek. Kedvencem a guarbab, vagy a guargumi, ami a Guarumi. guarbabból származik, ettől függetlenül nem akarom, hogy valaki ezt egye, csak hogy kezeljük helyi értéken ezeket a dolgokat, hogy azért, mert nem tudjuk, hogy mit jelent, ezért ne... Ö tulajdonítsunk neki mindenféle misztikus mert negatív hatást, és ugyanennek a fordítottja is igaz, hogy azért, mert valaminek ismerjük a nevét, és tudjuk, hogy miből származik, az még nem jelenti azt, hogy ismerjük a komplex mm -hmm. rendszerét az egészség szempontjából, vagy az étkezésünk szempontjából. Tehát, hogy az inzulin a tipikus, amit rendszeresen mondunk, hogy az inzulin így meg a vércukorgörbe azt se tudják az emberek, hogy miről van szó, csak egy mondatot jól vissza tudnak mondani, ami az ő fejükben megjelenik egy értelmezhető felállásként. De az nem jelenti azt, hogy értik, hogy igazán. Hát, mi tudod, ilyen van. az aszpartam is. Ami, amivel kapcsolatban... És az sem rá Igen, amivel kapcsolatban te ugye a WHO-nak az ajánlását is előveted, és nyilván vannak azok a feketévesek, akikkel nem lehet, mert azt mondják, hogy a WHO-t is egy gyógyszer vagy egy ügyítőgyártó cég szponzorálta egészen biztosan, és én, hát nem is vagyok orvos, tehát nem is legitim az én véleményem, amikor ez, vagy hát legitim az, én olvasatomban tökre az, de nyilván számon kérik rajtam, hogy én milyen alapon mondom azt, hogy de itt a WHO, amikor bölcsész vagyok, de te is ezt a WHO ajánlást és, és kutatást, vagy evidence-based ajánlást, nem tudom már mit, mit csatoltál hozzá, amikor az aszpartamról van szó, volt szó, hogy ez önmagában nem rákkeltő, és annyit kéne, ugye, meginni, vagy megenni belőle, amennyit ember egy emberöltő alatt képtelen ahhoz, hogy abból baj legyen. Bocsánat, de ez nagyon érdekes, hogy a szomszéd Korábban gyógyszertárban dolgozó néninek, igen. vagy a nem tudom kinek, annak elhisszük ezeket a dolgokat, de egyébként a WHO oldaláról, annál nem, ne beszedjünk információt. Egyébként oh, ez miért? Nem, hogy. Uh -huh. Meg az orvosom ugyanazt mondta, meg megvizsgálta, de hát nekem a Béla azt mondta, hogy ezt kell innom. Hát igen, mert az van, hogy az orvosokkal kapcsolatban nekem az a tapasztalatom, mint, hogy nem az én tapasztalatom, hanem a betegektől hallok, hogy az orvos tudott rászánni három percet, és azt mondta, hogy ez se egye, azt se adja, amannak sincs értelme. Ezért a betegeknek az a képzete, hogy az orvosok nem törődömök, és nem foglalkoznak az egyéb tényezőkkel, csak vágni szeretnek, meg gyógyszert írni. Uh -huh. És igazából ez ugyanaz, mint az édesítőszer ártalmas. Nem. Az a rendszer, amiben az édesítőszert fogyasztják túlzottan, az az ártalmas. Uh -huh. Az orvos abszolút korszerű állításokat mondott, és evidencia, Alapon mondta, hogy nincs értelme annak az étrendkiegészítőnek, csak arra nem volt ideje az orvosnak, hogy elmagyarázza, hogy miért, hogy megértsük, hogy miért nem javasolja. És én sem fogom javasolni a betegnek ugyanazt, csak elmagyarázom neki, hogy azért nem javaslom, mert ebben ez az összetevő van, meg az, de hát mivel szereti az, ezt a, nem tudom, olajos magvakat, ezért abban benne van az a magnézium. Meg benne vannak azok a zsírsavak, ezért nem kell statint szednie. Tehát nem nem törődöm, vagy éppen az pont, bocsánat, fordítva, hogy a vérnyomást vagy a vérzsírcsökkentőt meg felírja nagyon gyorsan az orvos, mert arra van kapacitása, de attól igaza van, hogy valamit nem javasolt, csak mert az emberek nem értik, hogy miért. Ezért azt hiszi, hogy az orvos nem halad a korral, amiért nem javasolt neki gluténmentességet. Persze, hogy nem javasolt neki, mert nincsen rá bizonyíték, mm -hmm. hogy az használna, és az orvosnak nem feladata, és nincs is kapacitása arra, hogy elmondja, hogy Miért nem? Vagy ha gluténmentesség mégis, akkor hogyan? Ezért kellene letáboroznia mindenkinek egy órára, kettőre dietetikussal, vagy bárkivel, akivel ezt átbeszélte, hogy megértse, és azt érezze, hogy kontrollja van az egyes döntések fölött, és nem csak úgy a feje fölött izé elhangzik. Aha. Ez az, amit nem ért, és azt hiszi, hogy az, aki meg hosszan papol neki, meg étkezéssel kapcsolatban nagyon komplex dolgokat mond, az okosabb. Közben nem, hm. csak megvan a törődés érzet. Hm. Nelly, te kaptál konkrétan sokat azon túl, hogy ne egyél cukrot? Vagy cukros ételeket, amikor beteg lettél az étkezésedet hát, illetően? Ezt említettük korábban, hogy nyilván Zoltának volt egy ilyen elképzelése, hogy csak nyers zöldséget tegyek ezen túl. hogy ezt felejtsük el. De, de nem, orvostól nem. Nyilván voltak olyan ismerősök, lenne később, amikor már néhányan tudtak erről a, a betegségről, akikkel megosztottuk ott ezért kaptam ilyen-olyan javaslatokat. De ha mondjuk megkérdeztem volna, hogy miért éppen azt? De kellett az... volna egyébként tehát, hogyha valaki szembesül a diagnózissal, akkor kell változtatni, kell, kell konzultálni dietetikussal a táplálkozásunkat illetően, és akkor itt át is térhetünk arra, hogy hogyan lehet befolyásolni az étkezéssel a már kialakult állapotot, akár javítani rajta, vagy adott esetben rontani is, hanem a megfelelő úton haladunk. Azt hagy tűzem már be még, hogy <laughs> az étkezéssel kapcsolatban én még két dolgot szeretnék kiemelni, hogy mi az, ami nem okoz rákot. És nem csak azért, mert itt most mindannyian felhörpítettünk egy presszót a beszélgetés előtt, meg azért, mert én nagyon szeretem a kávét, is. <laughs> hanem azért, mert hogy a kávé az nemhogy nem okoz rákot, Amúgy ez egy nem valid állítás, hogy valami nem okoz rákot, tehát hogy ilyen nincsen. Tehát, Én, hogy 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 a kávéval kapcsolatban is van egy ilyen, hogy rá. Na hát az nem az, van, az, hogy, az van, hogy pont az antioxidáns miatt így megemészel rám valamit. De ez így meg... van. Bizonyítottan pozitív hatása van a kávénak. Ez pont, hogy a kávé az jó, csak amikor az ember azt hiszi, hogy egészségesen kell étkezni. Szegény, nem tudom beteg, lemond a kávéról, de a sört azt megtartja, és akkor így elmondom neki, hogy hát inkább a sört tegye le, ahelyett keresünk valami másik szénsavas üdítőt, de a kávét hagyja meg, tehát inkább fókuszáljon olyanra, aminek van értelme, mert a kávé nem, hogy nem káros, hanem kifejezetten egészséges. Tehát olyan sok polifenolos vegyület van benne, ami bizonyítottan daganat megelőző hatása van kezelni, nem fogja tudni, de az például a kávét démonizálni, addig, amíg valaki nem egy liter tejszínnel, meg rengeteg cukorral iszta naponta nyolcszor hanem megiszik napi 3 négy, öt presszót, azzal semmi baj nincsen. A másik kedvencem a csili. Nem csak azért, mert nagyon szeretem a csípős ételeket, hanem azért, mert valami finom, fűszeres, élvezetes, azért már mindjárt olyan, mintha bűnös élvezet lenne közben. A csili is tök egészséges. Nagyon szeretem. Szóval hogy az nagyon fontos, hogy az, hogy fájdalmat okoz, az persze kialakul egy irritáció, arra nagyon szépen beindul a szervezetnek a, a fájdalomcsillapító uh -huh. csillapító központja, és akkor aktivál olyan anyagokat, ami miatt aztán összességében egy jó élmény lesz a csili fogyasztás. Uh -huh. És nem sikerült bebizonyítani, hogy a csili bármi kárt okozna Tudjátok, meg a mi van? Hogy, hogy amikor, ugye, nagyon sok, milyen, milyen gyakori daganat-típusok vannak, gyomorág, béldaganatok, ahol nyilvánvalóan, gondolom én, a fűszeres ételekről kicsit leállítják az embert, legalábbis addig, amíg mondjuk műtét van. Jó, vagy, de az vagy más. Igen, de hogy a laikus ember, és én is sokszor ilyen nagyon egyszerűen és nyilvánosan gondolkodik ezzel kapcsolatban, ha arra a rák típusa az volt a jó, rák, rák. Tehát, hogy akkor biztosan, azzal csak jót teszek, hogyha azt, azt mellőzöm az étrendemből, abból baj nem lehet. És szerintem nagyon sokan így gondolkodnak, és ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ösztönös mechanizmus mindenkinél, hogy nem gondolom végig, hogy oké, okay, hogy neki nem tudom, sztóma zsákkal élt, vagy éppen kivették a belének egy jelentős szakaszát, és azért nem, hanem csak arra gondolok, hogy a prevencióban nagyon jól beilleszthető volt a csili, a kávé, meg minden mentesség, mert az biztos árt, akkor biztos nekem is, pedig ott merrákról volt szó. Igen, csak én azért akarom ezeket így kihangsúlyozni, hogy ezek Igen. az élvezeti ö, ferek, úgy úgymond, amit valaki ráállt, hogy ezeket demonizáljuk közben nem kellene egyáltalán, és hogy, hogy így büszkék arra az emberek, hogy nem iszom kávét, meg fűszerszegényen eszek közben, hát a fűszerek nagyon egészségesek, meg a kávéval sincsen baj, hanem csomó minden mással kellene foglalkozni, és font, azért fontos ezekről beszélni, hogy, hogy kicsit így ö, azokat a begyöpösödött, ö, elavult, mondatokat, amiket már nem is halljuk, ez a, Kicsit, mint amikor a gyerekeknek mondják, hogy ne csináld, ne csináld, ne csináld, annyira sokszor hallja, hogy ne csináld, hogy már immunis lesz rá, és nem is hallja, hogyha hozzászólnak, és hogy az emberek is. Jó, biztos persze az egészséges étkezés, az íztelen, meg rossz ízű, és hogy ezek ellen is akarok küzdeni, meg is, hogy igen, hogy ne igen. az ilyen sémák mentén mi a laposítsuk el. <laughs> igen. Meg a másik, ami szerintem egy nagyon fontos kérdéskör, hogy mi az, ami megelőzi, mert ugye az ember nagyon szeretné ezt kikerülni, elkerülni ezt a betegséget, és nagyon sok táplálék kiegészítőt, és nyilván van jó a kurkuma például. Minden egyes kurkumánál, bár most mondjuk ezt már nagyon szigorúan szabályozzák, de azért valahogy így a sorok között ott van a rák megelőző hatás, vagy nem tudom, tehát hogy valamilyen körmönfont mondatokkal csak ott van, hogy azt az érzetet kertse az agyadban, hogy ezzel, ezzel kikerülöd ezt az utat. De hogy azért van jó pár ilyen gyógynövény a köztudatban szerintem, amiről azt vélelmezzük, hogy ha azt szedjük, akár nagy mennyiségben, akkor mindenre immunisak leszünk. Akkor immunisak leszünk. Mi mi, a, mi, mi az, amit te úgy látsz, hogy a magyar embereknek nagyon benne van a zsebében, hogy azt kell szedni, és akkor megúsztam? Azért nem akarok belemenni a gyógynövényekbe, mert nagyon fontos, hogy egy gyógynövénynek ha leírható a hatása, az nem biztos, hogy a gyógynövényből készült vagy az adott ételből készült készítménynek is meg lesz ugyanaz a hatása. Aha. Uh -huh. És nagyon fontos, hogy ezeket az a, hogy egy, egy egy étrendkiegészítőben mi van, tehát ez egy nagyon fontos, hogy azért, mert valamire is szám van vigyeztve, és szuper hivatalosnak tűnik. Már megszűnt az, hogy előzetesen kellene a termékről tájékoztatni a hatóságokat, már csak notifikációs kötelessége van a gyártónak, ami okay. azt jelenti, hogy a poltra, polcra kerülés előtt, tehát mielőtt meg tudod venni előtte, egy rövid idővel be kell jelenteni, hogy ez meg fog jelenni, eljárási díjat befizetjük, és megnézik, hogy jogszabályi erőírásnak megfelel-e a termék termékcsomagolásán feltüntetett információ. Ez nem jelenti azt, hogy emögött humán vizsgálatok állnának, vagy bizonyítva lenne klinikai mm -hmm. vizsgálatokkal a hatása. Csak sajnos olyan hangzatos mondatokat tesznek rá, ami jogilag akár megfelelő lehet, amivel az ember azt érzi, hogy ez, ez biztos, hogy csodaszer. És ö, az nagyon fontos, hogy vannak olyan készítmények, de ez már inkább nem a megelőzés, hanem a kezelés kapcsán szeretnék majd erről hosszan beszélni, hogy hogy olyan bírságokat szab ki a gazdaság és versenyhivatal ezekre a termékekre a jogszerűtlen és valótlan ö, állítások ö, miatt ami valami elképesztő, és olyan arcátlanok egyes gyártók, hogy a bevételüknek hiába van mm -hmm. több 10 millió forintos bírság kiszabva, mikor a több most milliárdos negyel. bevételük mm -hmm. van, simán kifizetik, mm -hmm. és hiába emelik meg a, a bírság mértékét a különösen sérülékeny csoport célzása miatt, ezért még nagyobb büntetést kapnak, ugyanúgy tolják. És nap mint nap jönnek betegek, akik ezeket szedik. És szedhetik, és én a hitet sosem veszem el tőlük, mert azt remélem, hogy ártani nem ártanak. Pont ezt akarja a hát nem ellenőrző hatóság, de egyébként ellenőriznek is, csak hát mivel naponta jelenik meg valami új termék, ezzel nem lehet felvenni a lépést. Tehát hogy nem is tudom, hogy elvárnám-e tőlük. Szóval, hogy a, kifizettetik a büntetést, és akkor ugyanúgy reklámozzák tovább, és az emberek mm -hmm. ugyanúgy szedik, és ártani valószínűleg nem ártanak hanem valami valós terápia rovására kezdi elszedni az ember, meg a pénztárcája rovására. Picit erről beszélhetünk konkrétan, de nyilván sajnos nem tudunk megnevezni nevén termékeket, de terméktípusokat viszont igen, hogy mik azok, amik, amiket akár Nelly, te is használtál, vagy nagyon sokan ajánlottak, eh, ahol becsomagolják jó pénzért, szerintem a hitet alapvetően meg a reményt, de valós orvosilag bizonyított hatása nincsen, viszont nagyon népszerű a betegek körében, főleg itthon. Nekem volt víz, amit javasoltak a csillagászati áron. Uh -huh. volt, igen, igen, és hogy naponta legalább 5-6 litert fogyasszak belőle, és volt étrendkiegészítő, vitaminok, meg ilyen flavonoidokat szoktak általában ilyenkor, amivel én találkoztam így a ilyen. környezetemben. Akit... Nagyon, nagyon sok fajta dolog volt, tehát ha ott mindenre rából volna, amit a, a márka képviseletében ez a hölgy javasolt nekem, akkor gombák, gyógygombák. Igen, most egy pár, fizetést szerintem ott hagytam mm. volna. És aztán azt sose tudjuk meg, hogy lett volna jótékony hatása. Mm. Szóval, szóval ezek, de Adri lehet, hogy ő specifikus sem tudja, hogy... Hát az a víz, az nagyon fontos, vagy szóval, hogy az a víz, én nyilván mindent nekünk sem tudtak megtanítani az egyetemen, mert hogy folyamatosan van valamilyen új termék, meg mindig mást kapnak fel a betegcsoportok, mm -hmm. hogy éppen mi az, ami a gyógyulás szent És volt egy 21 éves lány betegem, Májrákkal feküdt nálunk nagyon hosszan, és az édesanyja jött folyton mindig valami új dologgal, hogy mi az, amit szeretne próbálni, és akkor én, hát mivel nagyon hosszan volt nálunk, ezért volt lehetőségem hosszú heteket tölteni azzal, hogy egy-egy olyannak, amit szeretett volna megvenni, az utána járjak, hogy van-e értelme, meg hogyan, és akkor vettem elő ezt a vizet is. Azért kellett neked, kellett volna, és hála Istennek, hogy nem fogyasztottál belőle a napi 5-6 liter vizet, mert ennek a deutérium csökkentett víznek akkor van élettani hatása, hogyha az emberben lévő vízkészlet teljes mértékben kicserélődik, de nagyon fontos, hogy ilyen in vitro, laborvizsgálatokban nézték, illetve állatkísérletekben, és azért ugye tudjuk, hogy nem csak méretekben, hanem egyéb sok mindenben különbözünk az egerektől és a patkányoktól, tehát hogy önmagában az ott tapasztalt eredményszerűségek sem applikálhatók egy az egyben emberre, és mivel ugye sokkal nagyobb a testtömegünk, ezért sokkal nagyobb százalék a víz, ezért hogyha azt teljesen lecserélnénk erre a vízre, akkor annak esetleg lehetne, de hát fogalmunk sincsen, mert tudjuk. nincsen. Akkor hát az ez évekkel ezelőtt volt már, én akkor humán vizsgálatot nem találtam mm. egy darabot sem. Miért szánná arra az ember a drága idejét és havi több millió forintot, hogy egy olyan vizet fogyasszon, mert az van, hogy ez a deutérium, az ugye a hidrogén és oxigénből áll a víz, és a hidrogénnek, hogyha háromféle izotópja van, vagy megjelenés, és az a vicces, hogy az emberek használják ezt, hogy deutérium, de hát igazából tudják, hogy az mi tehát hogy nem. a hidrogénnek a megjelenési formája, amikor a, a proton és a neutronok száma, hogy hogyan van benne, plusz egy neutron, vagy plusz kettő, hogy tríciumról beszélünk, vagy deutériumról, és hogy hogy nem is azt a dózist használják ezekben a vizekben, tudom valami az állatkísérletben, de mondom, kicsit megkapott a tudásom ezzel kapcsolatban, és csak annyit jegyeztem meg a konklúzióként, hogy semmi értelme erre pénzt szánni, ráadásul a GVH őket is megbüntette korábban, Igen. de hát ez. Igen nem hasaltak el, tehát nagyon erős. Mik Lábukánál vannak el, még, nem? amikről azt gondolod, hogy, vagy orvosilag bizonyított, hogy nincs konkrét pozitív hatása a mm -hmm. rák elmúlásának, megszűnésének a folyamatára? Hát, amit te is említettél, hogy amik ilyen növényi hatóanyagokat tartalmaznak dúsítva, de az egészen megdöbbentő, hogy, hogy igazából, ha valaki sok zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, amúgy mindig megfogadom, hogy nem a zöldség egy gyümölcsöt fogom első helyre rakni, mert azt hiszik az emberek, hogy abban vannak vitaminok és ásványanyagok. Mm. Közben egy kis olajos mag, vagy a teljes értékű gabonák, azok ugyanúgy tartalmazzák nagy dózisban a vitaminokat, ásványanyagokat, csak mivel jelentős bennük a szénhidrát is, vagy mondjuk a fehérje, ezért mindjárt elfelejtkezünk róluk vitaminforrásokról. Megfélnek is az emberek az olajtól. Ezt lehet, hogy nem tudom, hogy te mennyire tapasztaltad. Én nagyon sokszor láttam azt New Yorkban például, hogy külön kéri mindenki a az öntetet a salátájára, hogy majd azt ő fogja csinálni, és akár a legjobb olasz étteremben is, ahol nyilván nagyon jó minőségű, magas minőségű olívaolajat használnak, hogy majd ő teszi, és akkor egy ilyen kávéskanálnyi olajat így rácsurgat a salátára, mert fél tőled, de akár a dióolajnál, meg az összes többi, hogy nem, nem, hát az olaj az se jó, én hallottam ezt is. Egyetlen, attól is nagyon kell félni. Pedig, ha valamire azt lehet mondani az étkezésünkből, hogy rákot okoz, és nem tudom, hogy mennyire szeretnénk megcélozni, hogy a férfiak is figyeljenek, Szóval, hogy ha valami, a telített zsírok túlfogyasztása, ami a vaj, a sajtban lévő zsír, a zsírral való főzés, de úgy a kókusz zsír is ide tartozik. Szóval, hogy ezeknek a túlfogyasztása bizonyítottan szerepet játszik a rák kialakulásában, például prosztatarák. Mm -hmm. amikor meg hogy a férfias ételek, hát tessék, mm -hmm. férfias étel, a nagyon durván zsíros, meg, 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 meg vajas dolgok. És az olajok meg kifejezetten egészségvédő szerepük lehet a többszörösen telítetlen zsírokat tartalmazó, és például használjuk. az olajos magvak. És az emberek nagy százalékának, és ez nem az ő kritikájuk, hanem az oktatás kritikája, fogalma sincsen arról, hogy mi a telített zsírsav, és mi a telített... Igen, el. ezért próbáltam, hogy állatérredetű zsírok. Mert hogy nem, mm -hmm. egyszerűen nem tanítják, tehát hogy nekem ez egy olyan, nem tudom, hogy merre visz még az élet, de van egy ilyen, ilyen a bakancs listámon, hogy annyira szeretném valahogy a, az oktatásnak ezt a részét megreformálni, hogy, hogy könyörgöm a biológia órán, ne azt a szomorú csontvázat toljátok be a gyerekkel, mert nem érdekli őket. Hát hol üti meg az inger köz? ha már rég nem itt tartunk, hanem, hanem ezeket. Igen. Mi a fehérje, mi a szél, zsír, mi a mandula, mi a dió, hol van a veséd, a léped, a májad, mit csinál, miért felel, és az idegpályák, és a gyomrod, tehát, hogy és, Izgalmas, és a gyereket leköti, Igen. és marhára érdekli. És ez az azért ez lenne egy... iszonyatosan fontos, mert hogy ugye azt nagyon hangsúlyozzák, hogy korai szűrés, minél hamarabb diagnosztizáljuk Igen. a betegséget, de hogy ez nagyon jó. De hogy az lenne a legfontosabb, hogyha ala, alaphangon a megelőzésre fókuszálnánk, mert abban van szerepe elsősorban az Igen. életmódnak, és nem a korai diagnózis az nagyon szép, meg nagyon jó, de hogy úgy kellene étkeznünk, és ez azért is nagyon fontos, mert mert, mert az egészségügyi rendszerek globálisan az egyre növekvő élettartamot, ezáltal az egyre több megjelenő betegséget, mert az immunrendszerünk egyre kevésbé képes a hibákat kiküszöbölni az életkor előre haladtával. Tehát statisztikailag jobban kialakulnak ö, ilyen káros anyagcsere folyamatok, lásd, uh -huh. kontrollálatlan sejtszaporulat, sejtszaporulat, mint a rák. Ezeknek a megelőzésével tudjuk igazán felvenni a harcot, és nem azzal, hogy ha több orvos meg több nem tudom, kórház épül. Mert hogy az is nagyon fontos, csak nyilván én dietetikusként, mivel tudom, hogy a prevenciónak milyen hatalmas ereje van, és hogy azt hogyan kellene elkezdeni minél hamarabb, hogy arról legyen tudásunk, az nagyon fontos. És akkor itt jön be a képbe az, ami szerintem rajta van a papírodon, hogy mi az, amit tehetek. Tehát amit bizonyítottan tehetek azért, hogy akár mondjuk ez is egy izgalmas kérdéskör, ugye te a transplantációs osztályon dolgozol, tehát közelről látod a betegeknek a rehabilitációját, hogy akkor, amikor, amikor benne vannak egy ilyen helyzetben. A Nellinek merrákot diagnosztizáltak, de lehet az mondjuk egy, egy petefészek, vagy egy, vagy egy mély daganat, aminek következtében a, a has, has üregben történnek olyan beavatkozások, amik mondjuk érintik a bérszakaszt, sztómával kell élni, bármi ezt nyilván te jobban tudod, hogy milyen kifutása van egy ilyen, egy ilyen ö, folyamatnak, hogy akkor mi mindent tehet meg a beteg ö, a saját gyógyulása érdekében. Ez ugye iszonyatosan összetett, tehát, hogy egy sztóma mellett mit kell csinálni, illetve ö, különböző állapotokban, hogy mit lehet megtenni, az iszonyatosan specifikus, tehát az fontos, hogy az élettan, a szervek működése, az mindenkinél ugyanolyan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egyéni diéta, meg egyénre szabottság, az inkább arról szól, hogy egyéni nyelvre fordítsuk le az általános igazságokat. Tehát, hogy azért ez nem a tudomány, hogy a vércsoport, meg a nem tudom, még micsoda határozza meg, hogy kinek hogyan kell étkeznie. Ez többnyire ö, mókusvakítás. És az, hogy hogy egy ilyen állapotban két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik, hogy a tápláltsági állapot az kulcs, és a fontos, hogy a tápláltsági állapot nem egyenlő a testmeggel. Tehát, hogy egy nagy darab ember lehet, iszonyatosan alultáplált, és gőzerővel kérjük az orvost, hogy írjon neki ilyen és olyan tápszert kiegészítésként, amellett, hogy a helyes étkezést elmondjuk neki, hogy hogyan kellene abszolválni a mindennapokban, és egy nagyon vékony ember is lehet tökéletesen jó összetételű és jól táplált, mert látjuk az étkezését, hogy milyen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy külső alapján ezt nem lehet megítélni, megfelelő tápláltság elérése a fontos, és ami még fontos, hogy egy daganat kezelése általában lehet az műtét, vagy valamilyen onkoterápia, ez lehet gén, immunterápia, sugárterápia, kemoterápia, nagyon fontos ezeknek az egyéb kezeléseknek a mellékhatását is étkezéssel támogatni, mert az nagyon fontos, hogy olyan, hogy valaminek hatása van, de nincs mellékhatása, olyan nem nagyon van. Mert hogyha az kiváltja azt a hatást, hogy a daganat sejteket károsítja, az sajnos, ahogy a gyorsan szaporodó sejtekre hat, hát úgy az egyéb gyorsan szaporodó sejtekre is hathat egy kemoterápia, például a a Biomotilitási panaszokat okozhat, akkor erre is oda kell figyelnünk az étkezéssel kapcsolatban. Fontos, hogy ezek a kezelések ma már nagyon célzottak, de ebbe én nem is akarok jobban belemenni, mert ez az, ami az orvos feladata, és amikor az orvos beszél az étkezésről, arról meg a dietetikusnak kellene, szóval, hogy itt ezeket a különböző onkológiai kezeléseket nem akarom jobban részletezni, nagyon jó, Előfordulhat, hogy étkezéssel azoknak az egyéb nem kívánatos hatásaira is fókuszálni kell. És ami fontos, hogy ilyenkor drasztikus diétára, hogy valamit nem szabad enni, nincsen szükség. Nincs olyan, hogy nem szabad cukrot enni, nincs olyan, hogy ne szabadna megenni egy rántott húst, nincs olyan, hogy csak nyers zöldséget szabad enni, sőt, ne is csináljon olyat senki, mert iszonyat tápanyag hiányokhoz vezet, ha valaki csak nyers zöldséget eszik. Miközben gondolom, le is terheli a szervezetét az összes ilyen kezelés, tehát hogy egyébként is szüksége lenne arra, hogy tápláló ételeket vigyen be, nem? Hogy megerősül, megerősüljön egy kicsit. Kicsit azért az olyan, mint a, a várandóság alatt, hogy amikor valakinek folyamatosan hány ingere van, vagy legyen ez egy onkológiai kezelés mellett hányinger, akkor bármit csak egyen. Uh -huh. Nagyon jó, ha bármit meg tud enni, vagy meg szeret enni. Ilyeneket szoktunk ilyenkor sorolni, hogy a, nem tudom, a citromfagyi, vagy valamilyen gyümölcs, szorbé, vagy a gumicukor akár behűtve, vagy lehűtött gyümölcs, az, hogy ilyenkor bármi. Még... A gumicukor is jobb, mint a semmi. Tehát, hogy hát amikor... Hogy lenne jobb? Most a semmi alatt nyilván nem a teljes koplalást értem, hanem mondjuk egy ilyen tápszer, amiről azt gondolom laikusként, hogy biztos sokkal jobban élettanilag támogat engem, mint egy beütött gumicukor valahogy az én ja, fejemben persze, is de, az, a tápszer van, az, az, hogy csak jobb. arra utal, hogyha semmit nem akar fogyasztani. Én Úgy, például ugye. a sugárterápia alatt egyáltalán nem akartam menni, Nem volt egyáltalán és akkor, étvágyam, egy... és akkor ahhoz képest viszont egy jobb, ilyen val... állapotban még azzal presszionálni, <kül> hogy a gumicukor a cukor miatt táplálja a daganatot, tehát hogy ez a bagyat, <kül> a daganat élettannal annyira nincsenek tisztában az emberek, mert van olyan, amelyik inkább a szénhidrát táplál, valami inkább valamelyik aminosabb, tehát hogy ez is teljesen eltérő, és amikor valaki úgy eszi meg a, a gyümölcsöt, hogy azt egy gyümölcsös bolti jogkurtba keveri bele, akkor ő evett gyümölcsöt, meg evett jogkurtot. Attól a jogkurtnak az élőflórás hatását nem veszi el, nehogy azt így bárki, hogy én gyümölcsjogkurtot szoktam venni, már mondjuk, de pont Rómába vettük egy <laughs> nyilváncsiókortot, de... <laughs> Na, de miért? <laughs> de, hogy, de hogy nem erről van szó, hanem az, hogy azt meg szabad engedni teljes nyugalommal ilyenkor. Tehát, hogy a tápláltság az, az nagyon fontos, amiben beletartozik minden. Nem kell kiragadni, hogy de csak a, nem tudom, a kovászos, gluténmentes kenyér, mondjuk olyan nem nagyon van. Szóval, hogy csak a gluténmentes, vagy csak a kovászos kenyér, vagy csak a nyers, turmixolt, préselt gyümölcsök, mert hogy az a minden, és akkor erről most nagyon hosszan tudnék beszélni, csak nem akarok belemenni abba, hogy nincsen olyan, hogy valamit egyáltalán nem szabad, vagy valamit meg mindenképpen, amikor már fennáll ez. De szerintem mindenkinek el kellene mennie a dietetikushoz, mert mindenkiben van sajnos valamilyen berögződés, hogy, hogy valamit biztos nem szabad, vagy valamit biztos, hogy kéne. Hát meg önmagában az, amiről pont így az ebéd közben beszéltünk, hogy azt a nagyon ösztönösnek és egyszerűnek vélt emberi reakciót sem tudjuk szabályozni, vagy jut el a hogy mikor vagyunk jól lakva, vagy Igen. hogy mikor elég. Mert ahogy a Nellie, ő nagyon lassan eszik, vagy akárhányszor veled ettem, még nagyon Igen, lassan nem, nem eltél, vagyok egy gyors És nem is eszik egyszerre nagy mennyiségeket, és én meg pont az ellenkezője vagyok, mert én, meg, meg, én mindig nagyon gyorsan eszem, és én utólag jövök rá, amikor már, ugye gyorsan ettem, hogy többet ettem, mondjuk, meg már ez már sok volt, mert hogy nem jut el az agyam még olyan gyorsan, mint ahogy a gyomromba leérne, de hogy, hogy ez nyilván minden gyerekkorban táplálkozási szokásokon múlik, de hogy ennek a tudásnak sem vagyunk a birtokában, hogy mennyi az, amennyi -e elég, meg mi az, ami mi az, ami úgy optimálisan jó. Igen, azt szokták kérdezni, hogy akkor hány kalóriát javaslok. Kinek? nem kalóriába tudjuk meghatározni, hogy mennyi az elég, mert az nem fog neki segíteni, hanem meg kell értenie, hogy mi az, ami tápláló, hogy kell a, a szénhidrát hogy abból mi a jó minőségű, a fehérje források, abból mi a jó minőségű, és mi az, amit szeret, hogy tudja elkészíteni, hogy legyen minél többféle szín a tányéron, és akkor tanulja meg megérezni, hogy kb. mik az adagok, és ilyen kézzel azért is szoktam segíteni, hogy a testparaméterekkel arányos a kezünk, ezért az anyagcsere szükségletünk is a testméreteinkkel arányos, ezért ezt itt tök jól lehet mértékegységként számolni, vagy használni, hogy mekkora szelet hús, mekkora kenyér, mekkora adag köret, mekkora adag gyümölcs, tehát hogy ez, ez jól működik, de hogy kalóriákat számolni, már csak azért is teljesen felesleges, mert a kalóriabázisok nagyon sokszor egy-egy valami le van mérve, de hát most melyik kenyérről beszélünk igen. például, vagy melyik jogurtól, mm. vagy melyik típusú almáról. Be? Vagy... Mondjuk ezer kalóriát beviszel, nem tudom, csak egy ilyen konkrétan személy csokoládéból, vagy valami másból nyerted hát kalóriát. az meg igen, szóval... a, az meg mm. a másik. Meg én, amit nagyon szeretek hangsúlyozni, amikor így nagyon sokan hallgatják, amit beszélünk, és eltérő anyagi helyzetből is nézik ezt az emberek, ezt az egész étkezés dolgot, és nagyon fontos, hogy csomó olyan dolog van, amit megtehetünk, úgy, hogy totál ingyen van, sőt, spórolunk vele. És ebben például lehet az egyik legelső, az elfogyasztott étel mennyisége. Hmm. Az senkinek nem kerül plusz pénzbe, hogy kicsit kevesebbet egyen, mert a plusz kalória bevitel, a feleslegesen bevitt kalória, a túlevés, nem így önmagában az elhízás, mert nyilván amikor vizsgálják az emberek, akkor laborkörülmények között, meg életlenül, meg vizsgálatokban a test tömeget tudják nézni, de hogy nem az a lényeg, hogy hány kiló az ember, hanem hogy a feleslegesen bevitt kalóriát a szervezet stresszként kezeli, és a stressz olyan anyagokat termel, amik a gyulladásos folyamatokhoz hozzájárulnak, és a sejt szaporulat, a daganat az nagyon sokszor egy ilyen szövetként van jelen. Úgyhogy már a mennyiséggel lehet például. De figyelj meg a sózás a kedvencem, hogy az emberek azt hiszik, hogy a só az egy milyen finom ízesítő, közben az nem egy ízesítő, hanem ugyanúgy egy, egy olyan anyag, amiből van meghatározott mennyiség, hogy mennyi magnéziumra, mennyi kalciumra, mennyi nátriumra mm. van szükségünk. Tehát, hogy a sóból kicsit kevesebbet fogyasztani, vagy egyszerűen kevesebb telített zsírt használni az ételkészítéshez, és na, az viszont kimérni kiskanállal, hogy mm. ha azt mondom, hogy zsírról akarom készíteni az ételt, akkor az a cuccos családi ízé, menü az ünnepre, ahogy a hagyomány tartja és zsírral készül, akkor nem kell kicentizni, de a mindennapokban, amikor az ételnek funkciója van, akkor azon például lehet spórolni. Vagy az, hogy mennyire égetjük oda mindig az ételeket és pirítjuk meg minden alkalommal, hogy képződjön. Ez a rákeltő a pirítós, ami odaígett, hát az oda éget pirítós, az az. Igen. <laughs> <az, gül> igen ez mondtad egyértelmű. a podcastunkban, hogy igen, az igen, oda éget műzor. pirítós az tényleg rákkeltő. Igen, ha hát, valaki folyamatosan azt teszi, de most nyilván, ha egyszer meg akarja enni a süti szélét, ami ilyen iszonyatosan jól megpirult, akkor tök nyugodtan meg lehet enni, csak reggel, délben, este túlpirítani a kenyeret, a húst, a mindent, és akkor erre szoktam mondani, hogy tehát ha grillezünk, akkor meg lehet tenni egy szelet totál szenesre grillezett, nagyon finom húst, csak grillezzünk mellé zöldséget is, meg tegyünk rá rengeteg zöld fűszer, meg egy jó nagy adag salátát, neki salátás hanem egy nagy tányérra, és akkor semmi baj nincsen vele. Tehát, hogy azért óvatosan fogalmazok az ilyenekkel, hogy ez biztos, hogy rákeltő, de ha valaki ezeket a cuccos kajákat eszi folyamatosan, és rengeteg zsíros vajas krumplipürével, és sajtmártással, és rántott hússal, annak hosszú távon nagy mennyiségben lehet, hogy nem lesz jó vége, de aztán simán lehet, hogy olyan szerencsés a genetikája, hogy fityet hányhat rá. Csak ne hirdesse ezt jó tanácsként, hogy így ettem mindig, meg a nagyszüleim is. Tök jó, szerencsés. Vagy. Igen, ez az, amiben nem lehet bemenni, hogy belemenni, hogy a nagyanyáink hogy csinálták, meg bezzek, ha akkor jó volt, akkor ez, ez most nem egy tudományos érv. Érv. Igen, igen, ez, Hát ez nem az. Nem akarom, hogy ott maradjon valami a papírodon. <laughs> ott még szerintem van olyan, ami fontos, hogy elhangozzék. Igen, én felírtam olyanokat, hogy mi az, ami meghökkentett, mert ugye én hallom folyamatosan a betegektől, és időről időre, mivel én nem javaslom ezeket az étrendkiegészítőket, amiket egy rák diagnózis után elkezdenek fogyasztani, azért nekem újra kellett bogarásznom ezeket, és tök megdöbbentő, hogy van olyan készítmény, ami semmi más nem tartalmaz, csak C-vitamint, nagy dózisban, amit ugye azért nem javaslunk egy onkológiai kezelés mellett, mert pont, hogy olyan erős antioxidáns hatása lehet egy nagy dózisú C-vitaminnak, ami a, a rákkezelés hatékonyságát veszi vissza. Tehát nem azért nem javasolnak az orvosok egy radioterápia, vagy, vagy onkoterápia, vagy kemoterápia mellett étrendkiegészítőket, mert nem haladnak a korral, és nem tudják, hogy mi az, ami használna, hanem azért, mert egyszerűen a kezelés hatásából visszavesz. És akkor ebben a készítményben C-vitamin volt, aminosavak, amik hát aminosavak benne vannak bármelyik fehérjébe, tehát megeszel egy tojást, akkor minden aminosavat bevittél, és ráadásul ezt azt javasolják, hogy ezt folyamatosan szedje az ember, mikor már úgymond meggyógyult, akkor is még fél évig, tehát, hogy valami bődületes mennyiség. És képzeljétek el, hogy ennek a semminek, tehát C-vitaminnak, amit fanfekt, zöldséggel, gyümölcsel is be tudunk vinni, még télen is az ajánlat mennyiséget, mert hogy az nem 500 mg, amit be kellene vinni, és az tényleg azért rakít a tudomány még paprikával, meg savanyúkáposztával is, hanem 120-200 mg oké okay legyen városi körülmények között. 50 ezer forint a havi adag. És akkor van egy ilyen, nem mondom kell nevét, hogy ne lehessen beazonosítani, de egy ilyen szuper kedves, ilyen családban érezheted magad klubtaként, ilyen kedvezményes. Erre 46.000 46 ezer forint. És ez egy C-vitamin készítmény, meg aminósavak, amiket Én azt hittem, én ezen a napon olyan depressziós voltam, és hazamentem, és szerintem én legalább három tök fölösleges dolog miatt összeveztem a, a barátommal, mert hogy engem annyira nyomasztott ez a tény. Hát igen, az a, az a tény, hogy képesek visszaélni, azzal, hogy az emberek ennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak. De hogy az ilyen ember hogy megy haza, hogy elvégeztem hát a becsülettel a munkámat? Én Itt. ezt nem értem. Szerintem Andri úgy, hogy, hogy nem orvosok és nem dietetikusok, ha, akik ajánlják, hanem laikusok sajnos, akik felvértezik magukat ilyen, mert a gyógyszer és szomszéd szomszédnéni mondta, Én mert ezt arra, arra, utal, hogy aki csinálja ezeket a készítményeket, igen. hogy ő hogy tudott igen. azt mondta, nem, hogy hát hogy tudott az, a az körben szerintem én, én, én az, az másik meggyőződésem, igen, hogy ez egy másik podcast, pedig úgy van vele, hogy hát nem én vagyok a én, csak Mondom el, hiszed a te bajod, tehát, hogy sajnos szerintem ez van mögött a dolog mögött nem a felelősség, csak kizárólag a profit. Meg nem ártok vele, akkor miért ne? Hát de ez az, hogy árt. Itt igen. Tehát, hogy Tök jó lenne azt mondani, hogy mi a kedvenc kajád, és akkor kiderül, hogy nem tudom a marha pörkölt, amit azt hiszi, hogy már soha nem mehet, és akkor azt mondanánk, hogy figyelj, bográcshozatok egy jó úgyis még jó idő van, egyetek mellé sok savanyúságot, ki az, aki a környékbe tök jó fermentált cuccot csinál. Egy ilyen marha pörköltet is érezd jól magad, annyival hasznosabb tanács lenne. És utána elmondani, hogy egyébként meg a mindennapokban így meg úgy egyél, és hogy tudtad, hogy amúgy a marha pörköltet semmi baj nincsen. mert amúgy leszögezem, hogy az emberek fele, 90%-ának fogalma sincs, hogy mi a vörös hús, meg a fehér hús közötti különbség. Ezt mondtam, Nem az, szóra hogy ránézésre, erre, hogy, igen, hogy igen. izé, fehér vagy, vagy vörös. Szóval, hogy na, ez az egyik, a másik amiben fermentett búzacsíra kivonat van. Ez így önmagában nyilván ez a szent lélek, Tehát, hogy ez minden megold. Mert hogy egyébként van még benne édesítésként fruktóz, amitől hát ugye tudjuk, hogy mind meghalunk. Amúgy nem, csak hogy tök érdekes, hogy azt mondják, hogy daganat mellett valaki ne fogyasszon cukrot, de közben ez a daganatosoknak leggyakrabban javasolt készítmény, meg fruktóz van hozzáadott cukorként. Vagy hogyha cukorbetegnek javasolt verzió, akkor stevia van benne, mint természetes édesítő. Hát a stevia az akkor lenne természetes édesítő, hogyha azt így, a stevia növénykét így rákcsálnánk. Tehát ez egy ugyanúgy természetben ez <laughs> fordulat, És hát van benne még D-vitamint. Na azt az egyet, azt elismerem, hogy d vitamin mindenkinek kell szednie. lehetne csak D-vitamint. De hát nem, lehetne nem? csak D-vitamint, amit a főházi orvos felírhatna, és a havi igen. adag, nem tudom. Hát nekem, mikor utoljára felírtak, akkor 300 forint volt, és ha már a D-vitaminnál tartunk, szeretném mondani, hogy ha valaminek rákkeltő hatáson az az UV-sugárzás, úgyhogy ha valakit érdekel, hogy én egészségesen élek-e, akkor nem, mert hogy nem használok rendesen fényvédőt. Egy bizonyos szintig, amikor valaki nem úgy pigmentálódik, hogy nem ég le, az nagyon fontos, tehát ott is az égése fontos, mint a pirítós kenyérnél. Mm. akkor azért önmagában az nem lesz azonnal káros, de a fényvédelem az iszonyatosan fontos lenne, amit meg tudunk tenni. Mert szorongásban nagyon jók vagyunk, ezért most szoronghat mindenki azon, hogy de hát milyen vegyi anyagok vannak a fényvédőkben szóval d vitamint kell szedni, én azt most éppen nem szedek, mert sokat tartózkodtam napon, de amúgy még így is szedem, tehát, hogy d vitamint azt tegye mindenki, de sok pénzért ezt a semmit beszedni, és hát nyilván gyönyörű aranyszínű csomagolása van, amit a szuper prémiumnak néz ki. Igen. A, egyébként a bőről majd szerintem lehet, hogy egy következő podcast adásban fogunk majd, amikor az onkológusoddal fogunk itt ülni, mert hogy, de most is előhozhatjuk, hogyha gondolod, mert ugye nagyon megégett a bőröd a sugárkezelésnél, és mondtad, hogy arról majd külön fogunk beszélni, hogy ott hogy vigyáztál, vagy mivel kenegetted, hogy, hogy, nem is tudom, hogy szebb maradjon, vagy hogy jobban gyógyuljon. Beszélhetünk majd az onkológussal erről, Beszéljük igazából el? talán annyiban ide kapcsolódik, hogy ott is voltak ilyen aranyba csomagolt csodaszerek, hogy ezzel lehet kenegetni magamat. Ö, én igazából arra figyeltem, hogy ne vigyek fel magamra akkor izzadásgátlót, mert azt megmondták, hogy ez nem tesz jót, hogyha azon keresztül elkezdenek hogy sugarazni. Nem kenegettem előtte a bőrömet semmivel, utána figyeltem rá, mert nem is nagyon emlékszem rá, hogy, hogy mivel kenegettem. Ja, például Manuka mézet, azt hiszem, hogy tettem a sebra, aztán majd ezt elmondott, hogy az jó, jó volt, de viszont két dolog van még így a végére. Az egyik az az, hogy a cukor, mint olyan, az nem hangzott el, és mindenkinek ez van a fejben, hogy ne egyél cukrot, mert rákos eszel. A másik meg az a, ez, <laughs> hogy ez, amit elhoztál, és mondtad, hogy majd mutatod, hogy ez mit kapcsolódik a Igen? cukorhoz. Igen, nem mondtad, mert, hogy mit hoztál. Mert amikor arról beszélünk, hogy daganat étrend, az iszonyatosan színes, tehát, hogy abba egy héten nyugodtan lehet a szivárvány színe is trigulázni, hogy ettem -e már a héten pirosat. Fontos, hogy nem csak a bogyós gyümölcsök az egészséges, hanem az összes gyümölcs egészséges. És pont, hogy azért működnek ezek az antioxidáns készítmények, mert elhitették velünk azt, hogy a mai zöldségben, gyümölcsben már nincsenek tápanyagok, de vannak, és ezt most itt gyorsan rövidre zárom, tehát nyugodtan lehet enni piacon is, meg nagy áruházakban is, mossuk meg, mert azokkal a fertőzésekkel, amiket elkerülünk azzal, hogy tisztítunk, azzal is nagyon sokat teszünk a, a, a betegségek megelőzésére, ez nagyon fontos, és szintén ingyenes lépés. Tehát, hogy minél színesebben kell lenni, minél több olajos mag, hüvelyes, telítetlen zsírok, kevés hús, kevés feldolgozott cucc, és amit hozzá lehet tenni, az nem a vörösbor, mert a vörösborban annyi antioxidáns van, mint egy fürdszőlőben, amit most ősszel enni kell, és azt nyugodtan egyétek. A vörösbort azt nem javasoljuk, azt csak megengedjük. De amit viszont érdemes hozzátenni az étkezéshez, az a magas kakaó tartalmú csokoládé. És ezt képzeljétek el, egy kis magyar, nagyon fair trade márkának a, a csokia. Ez 100%-ban csak a kakaóbabból készül, képzeljétek el. És most jól összecsokizok Ez a 99 százalékos csoki? Ne ez az. egy százszázalékos csoki. És, és majd ebből vegyetek lesz. is, figyeljetek, ez, biztos, teljes, hogy meg ez teljesen más, mint amit csoki címszó alatt ismertek, ez a luxus termék, amit régen is így fogyasztottunk, hogy különleges dolog. És annyira más utazás, ami a szádban van, ugye a kakaó, tehát mondhatjuk, hogy ez is fermentált mm -hmm. kakovászos kenyér, mert ugye a kakaóbabot fermentálják, mm -hmm. utána jön a pörkölés, szétfelhasztják kakóra, meg kakóvajra, és ennek iszonyat magas antioxidáns tartalma van, ezért bizonyos daganatok megelőzésében bizonyítottan szerepet játszhat a benne lévő jótékony hatású vegyületek. Hmm. Magas Tömkelege. minőségű csokoládé. <laughs> De és az nagyon fontos, hogyha ebben lenne 20% cukor, mert mondjuk egy 80%-os étcsokiba 20% cukor van, Attól ez ugyanúgy kivált, vagy betölteni az egészségvédő funkcióját, egy kevés cukorral az égvilágon semmi baj. Tehát akkor nem sem. táplálja a daganatos sejteket? Nem, de ezt nem. beszéltünk egyébként a cukorról, amikor mondtam, hogy minden daganatnak más az anyagcseréje. Tehát, ja, hogy hogy arra, valamire persze, persze direktben persze nem is had, de amikor valaki egy cukros vackokat eszik, az nem fog színesen enni, meg nem fog eszébe jutni, hogy kipróbáljon egy ilyen csokit. Bármilyen csokit szabad enni, amit szerettek, az a lényeg, hogy az ne menjen az egészséges étkezés rovására. Tehát nekem például a kedvencem, és ebben egyetértünk, a legelső találkozásom veled az volt, amikor ajándékba kaptam egy kis asszalt gyümölcsöt. igen. Az őszi időszakban az étcsokoládé, vagy bármilyen, amit szerettek, egy kis aszalt meg dióval együtt, Zseniális. És a legfontosabb végszó, amit minden egyes podcastban így hangsúlyozol, hogy ugye a kapcsolódásnak egy nagyon fontos szintere az asztal, úgyhogy ezt nem szabad kivenni így ebből a ebből a képletből, hogy akkor csak ropogtassunk szomorúan egy ilyen, nem tudom, száraz valami ropit egy vagy mit tudom én, vacsorára, ami mindenmentes és gluténmentes, Igen. és nem gyulladást csökkentő, mert akkor hol marad az a, az a szelház, meg az a szertartás, amikor egy család körülöli az asztalt és, és tud egy jó ízűet enni, még akkor is, hogyha éppen egy ilyen nagyon reményvesztetnek tűnő állapotban van az ember, vagy, a, vagy éppen az egész család. Az Avon célja, hogy nők millióinak hívja fel a figyelmét erre a súlyos betegségre, valamint az emlőlelkszőrésen való részvételre és az emlővizsgálat fontosságára. Edukatív tartalmakkal és adományokkal valósítja meg misszióját Magyarországon és világszerte egyaránt. Minden adomány hatalmas változást hozhat azoknak az életében, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.